A meditációd és az akaraterőd megerősítéséről beszélek. Egy módszerről, amely biztosan hat ezekre a dolgokra. Tudjátok, amikor egy pár ember ugyanazt a dolgot teszi együtt, akkor inspirálják egymást. A meditáció is egy ilyen dolog. Amikor együtt meditálunk, akkor egymást inspiráljuk. A meditáció tulajdonképpen olyan, mint egy kötélhúzás. Itt vagyok én, a kötél egyik végén, húzom a kötelet, másik végén pedig ott a tudatlanság. Ha 4-5 ember vagy többen is együtt meditálunk, akkor a kötél egyik felén sokan vagyunk, túlfelül pedig csak a tudatlanság egyedül van. Az esélyünk sokkal nagyobb, mint hogyha egyedül én húzom a kötelet, szembe a tudatlansága. Olyankor sohasem lesz biztos a győzelemnek a kimenetelében. Hogyha egyedül vagy, akkor egymagad harcolsz, és gyorsabban kimerülsz, kifáradsz, szomorú leszel, nem érzed magad boldognak, elveszítheted az érdeklődésedet. Ezért az egyéni meditáció, bárha az egyik legfontosabb dolog, de mindig kellene csoportmeditációban részt vennünk ahhoz, hogy azt tudjuk erősíteni. Amikor spirituális emberekkel vagy együtt, akkor mindig inspirációt kapsz. És ez nagyon lényeges, ez nem csak a spiritualitásban van így. Ha elmegyek úszni a medencébe, odaérek, hideg a víz, és ha senki sincs a medencébe, nagyon nehezen tudom rávenni magam, hogy oda beugorjak, vagy lassan bebújjak. Viszont, hogyha a medencében sok-sok ember ott van, azt mondom, hát ez nem is lehet olyan rossz, és beugrok sokkal könnyebben, mert mások ott vannak. Ugyanúgy a rendszeres kivitellel is így van. Ha én súlyzok, edzek, és otthon egyedül súlyzok, valami eszembe jut, akkor elmarad, akkor az utolsó szettet már nem hajtom végre, és így tovább. Viszont ha az edzőteremben vagyok, ahol sok-sok ember körben mindezt teszi, akkor én is végig lenyomom, és végig gyúrom az egész folyamatot. Így a csoportos meditációval is, közös meditációval megerősítheted könnyedén az akarat erődet. Azon kívül nem mindegy, hogy milyen társasággal ülünk össze. Mások rezgéseit lehetetlen, hogy kikerüljük, azokat átvesszük. És mások rezgése nem mindig jó, úgyhogy sokszor tönkreteszik a meditációnkat, de nem csak az, hanem az egész életünkben és a létünkben is ugyanez van. Nem mindegy, milyen helyen dolgozol, milyen emberek között vagy. Tehát ez a rezgés. Na most, hogyha spirituális emberekhez kerülsz, és azokkal vagy együtt, azok kétségtelenül megerősítik a hitedet, mert ők már csak a puszta jelenlétükkel is, ha te bízol bennük, hited van irántuk, akkor már az, hogy velük együtt vagy, nagyon-nagyon sok erőt és inspirációt ad. Amellett a spirituális emberek mindig Istenre gondolnak, az isteni tulajdonságot növelik magukba, az isteni szeretetet, az isteni békét, és ahogy ezt ők lehozzák és magukban tartják, az rá átterjed rád, az a rezgés, úgyhogy megkapod, azt ingyér. Tehát mindig jó együtt lenni a spirituális emberekkel, és amennyit csak lehet, minél többet. Nem mindegy, hogy a tudathoz hogy kapcsolódsz. Te kapcsolódhatsz persze a hangról, egy videófelvételről, az szép és jó, de maga a személyes kapcsolat, amikor mások arca, másoknak az aurája ott van, és azzal találkozol, az egy teljesen más dolog, az egy olyan erő, amelynek a felvételeken csak a töredékét tudod megkapni. Pusztán egymás arcára nézve is keresők között örömet érzel. És sokszor olyan örömeket érzel, amit még akár a testvéreid között sem érzel a családodban, mert ha azok nem spirituálisok, akkor ez nem jön létre bennünk. Úgyhogy ha keresőkkel vagy, akkor mindig örömet kapsz. És ez az öröm megerősíti a törekvésedet, megerősíti a belső akaratodat, a hozzáállásodat, és ez az öröm feltölti az egész vitális lényedet, az életerődet energiával.
És ez az együttlétben nyert energiát tudod használni a mindennapokban, tehát nem csak a meditációra. Úgyhogy a keresők egymáshoz igenis hozzájárulnak a törekvés, a fejlődésbe és a kollektív kapcsolat törekvéshez. Tudjátok, hogyha több ember együtt meditál, akkor képesek lehozni spirituális mestereket közéjük. Én talán a Bibliában is azt hiszem, de indiai írásokban több helyen le van írva, hogyha már csak 12 ember is együtt imádkozik, intenzíven, adja az ő belső törekvését, mindenki a maga részét, ki a békét, ki a fényt, ki erőt, mindenféle dolgot, olyankor a spirituális mesterek köztük járkálnak. Tehát mi egy hatalmas nagy erőt vagyunk képesek lehozni, hogyha közösen meditálunk, hogyha összejövünk ilyen csoportos találkozásokra, meditációkra. A spirituális életben szintén látod, hogyha eltökéltséged, őszintességed nem elég erős, és valamiért most egy gyenge fázisban vagy, de ha elmész egy csoport meditációra, akkor megerősödsz. Ma én vagyok rosszabb formában, gyengébb, mások segítenek nekem, hónap ők lesznek, és én segítek nekik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy mennyire meg tudja változtatni az embert az inspiráció, a másokból áradó rezgések, és ezért mi össze kell tartsunk. Tulajdonképpen a hasonszőrűek össze szoktak tartozni, össze kell tartozzanak, és több időt kellene együtt töltenünk. A meditáció maga arról szól, hogy a tudatunkat kitágítjuk, tehát nem maradunk a szűk énünkben, a szűk egoizmusunkban, hanem egy tágasságban nőjünk vele. Ehhez a csoportmeditáció egy csodálatos dolog. Tehát, ha a csoportban meditálsz, ne gondolj az emberekre. Ne gondolj az egyes személyekre. Te csak érezd azt, hogy egyedül te meditálsz, egyedül te vagy itt, és egyedül te vagy felelős a csoport meditációjáért. Mert a csoport minden tagja benned van. Tehát egy egységben érezd őket. Soha, soha ne nézz másokra, ne nézz egyénekre, hogy azok hogy ülnek, mit csinálnak, mi történik, hanem magadban érezd őket. És csak azt tudd meg, hogy csak te számítasz. És ilyenkor nem azért vagy, hogy csak te számítasz, mert az egód miatt, hanem az egységérzésed miatt. És az egységérzéseddel tudod ezt megtenni. Tehát, kedves lélektársaim, lélektesók, én nagyon biztatlak titeket, hogy gyertek a közös meditációinkra, Veselény utcába, gyertek el rendezvényeinkre, előadások, meditációk, az Alkotmány utcai kávézóba, amiket tartunk. Gyertek el a nagyobb rendezvényeinkre is, mint például, ugye, amely közül a legnagyobb a Léleknapja Fesztivál, amelyből most pontosan május 26-án vasárnap lesz egy, amelynek a részleteit itt mindenhol a honlapjaimon, Facebookon megtalálod, úgyhogy én szeretettel várlak benneteket.